Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben így megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Ismét ifjúsági kerékpáros világkupa versenyt rendeznek a megyében. Nemzetközi tornával hangol a bajnokságra a kisvárdai női kézilabda csapat. Megszerezte első győzelmét a már Huszár Géza által irányított Spari. Elkezdődött a nyíregyházi kispályás foci bajnokság 2022-23-as idénye. 13 csapat közel 80 bringásának részvételével rendezik meg a kerékpáros ifjúsági világkupa sorozat magyarországi versenyét. A háromnapos viadal végén péntek délután Nyíregyháza belvárosában ér célba a mezőny. Tavaly évben tényleg a világ legjobb ifjai jöttek, és idén ugye most, hogy így látjuk a rajtlistát, van egy pár csapat, aki visszamondta, de a legjobbak itt vannak. Tehát van három olyan versenyzőnk, akinek már World Tour szerződése van, tehát az 23-as korcsoportot már átugorva, már erre volták a profi menedzserek, illetve most is számítunk arra, hogy a csapatoknak, a profi World Tour csapatoknak a fejvadászai azok itt végig fogják kísérni a versenyt. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha a szakma számára egy nagyon fontos és látványos, gyors verseny lesz, akkor egy néző számára is az lesz. Mekkora szervezést igényel egy ilyen rendezvény, hiszen rengeteg útlezárásról van szó, nagyon hosszú kilométereken, pontosabban 100 kilométereken keresztül kell biztosítani a helyszínt, mennyien dolgoztok ezen a versenyen? Összerázva a biztosítással, az önkéntesekkel, a logisztikával együtt közel 600 ember dolgozik ezen a versenyen, hogy jól sikerüljön, hogy rendben legyen minden. Ugye a mi szervezői stábunk el van egy kicsit híresülve arról, hogyha így mondhatom finoman, hogy különösen biztonságos versenyeket szervez, illetve itt a Szabolcs-megyei rendőrkapitánysággal is olyan a kapcsolat, hogy ők nem engedik, hogy kavics kerüljön a rendszerbe. Így bemerünk vállalni olyan dolgokat, amik kicsit kockázatosabbak, ugye városi körözések, belvárosi körözések, ugye Vásárosnaményben, Ibrányban is ugye körpályán fognak haladni a srácok, de mivel az a szervezés és a biztosítás az elmúlt években nagyon jól debütált, így remélem, hogy itt nem lesz most zökkenő ezzel se. A verseny majd pénteken Nyíregyháza belvárosában zárul, péntek délután érdemes kilátogatni a pálya köré, a pálya mentén figyelni a versenyzőket? Mindenképpen. A mezőny Sóstó felől fog bejönni a városba, a 424-es területnél lesz felállítva egy részhajráterület, ott nagyon gyors és dinamikus sprintet láthatunk majd, illetve utána, ahogy jönnek be a végbefutóra, az Zrínyona utcán felállított célegyenesbe ötször fognak áthaladni. Megismertetjük végül is a mezőnnyel így a célterületet, hogy minél kisebb kockázattal ugye ezt át tudják hidalni a sprintet. Nagyon gyors és nagyon dinamikus versenyre számítunk. Képviselőasszony fővédnök ennek a versenynek, mennyire nőtt a szívéhez ez a világkupa, amelyet 2 évvel ezelőtt egy olyan helyzetben rendezett meg Nyíregyháza, amikor rengeteg gonddal küzdött a sportág és egyáltalán az egyetemes sport. Igen, óriási siker, hogy én már harmadszorra tudjuk megrendezni ezt az eseményt, de nem véletlenül, hiszen 2020-ban, amikor beköszöntött a Covid-járvány, abban az esztendőben is meg tudtuk rendezni, és 21-ben is, úgyhogy a Nemzetközi Sportági Szakszövetség nagyon hálás nekünk, és azt gondolom, hogy ez azt eredményezi, hogy a következő években is meg fogjuk kapni ezt a rendezési jogot. Nagyon fontos, hiszen a nemzetközi sportélet nem állt le, és a sportolóknak pedig ezzel is tudjuk biztosítani a lehetőségeket, hogy egy ilyen rangos eseményen tudjanak elindulni, versenyezni. Nagyon fontos, hiszen láthatóak az eredmények is, az eredményességek a magyar sportolók részéről, és hogyha a fiatalokat nézzük, az ifjúsági korosztályról van szó, itt olyan mezőny áll rajthoz, akik már a felnőtt világ eseményeken is ott vannak, és akár érmesek is, úgyhogy nagyon-nagyon jó eséllyel vannak a magyar versenyzők így, hogy nem állt le a sport
sportélet. Itt Magyarországon kiemelten foglalkoztunk az ő versenyzési lehetőségeikkel is, és a magyar kormány pedig kitűzte célul, még ezt követően 10 éve, hogy minél több nemzetközi sport eseményt tudjunk hozni hazánkba, nem csak a fővárosba, hanem a vidéki városokba is. Ezáltal a világkupa által Nyíregyháza, Ibrány és Vásáros Namény közvetlenül érintett, de az egész megye és a régió is tud profitálni belőle, hiszen a média, a sportszerető közönség mind bevonza, úgymond a turisztikai értékeinket, és ezeket meg tudjuk mutatni még jobban. És azt hiszem, hogy ez mindenkinek nagy siker, a szakembereknek, a sportolóknak, és vannak már példaképek, ide kell hozni hazánkba, ide kell a városainkba, és lehet drukkolni a magyar versenyzőknek, és ezáltal lesznek sikeresebbek és még eredményesebbek a magyar sportolók. Harmadik alkalommal rendezik meg Nyíregyháza központtal ezt a ifjúsági világkupa versenyt. Mennyire épült már be ez a rendezvény a város sportkínálatába? Én azt gondolom, hogy teljesen beépült. Ez vonatkozik a szervezőkre, versenyzőkre is, ahogy hallom, szívesen jönnek, a közönségre is, mert egy nagyon egyre népszerűbb, és itt Nyíregyházán tudjuk, hogy már az elmúlt években egyre több sportágban, egyre több nagy nemzetközi versenyt rendeztük. Ez a maga nevében egyedülálló, ez az országos ifjúsági kerékpáros világkupa, és hát az külön jó, hogy ez az egész térséget bemutatja, hiszen Ibrány, Vásárosnamény is induló pont, és a városok közti települések is. Én nagyon örülök, hogy újra bennünket választottak. Itt gyakorlatilag már majdnem profi versenyzőkről van szó, de vannak Nyíregyházán amatőr kerékpáros rendezvények is. Azok népszerűsége sem kopott az elmúlt években? Így van, tehát emögött 12 év van, ahogy mondtam is, tehát egyrészt az, hogy egyre többen sportolunk Nyíregyházán. Ez a biciklizésre is igaz. Vannak amatőr programjaink, mint a Bringa Város, Bringa Piknik, amely évek óta megy, és vannak kerékpárútjaink, mert anélkül ezt nehéz lenne megszervezni, és erre épül rá az amatőr programokra ez a profi versenysorozat, és hát azt gondolom, az egy nagy elismerés is, hogy egymás után harmadik évben a Nemzetközi Szövetség Nyíregyházát választotta helyszínül. Pénteken Vásárosnaményból indul majd az utolsó szakasz a mezőny, sőt több kört is megtesznek a városban, nem először, tavaly előtt is ez volt a helyzet. Mennyire várják Vásárosnaményban a világkupa mezőnyét? Vásárosnamény nagyon kedveli a kerékpársportot, kiemelten a ilyen jellegű világszínvonalú versenyeket. Épp azért azt látom, hogy a városlakók türelmesek, és várják azt, hogy ezek a ügyes 19 éves és még fiatalabb srácok megtegyék az első felvezetőt, majd a 3 gyors körüket. Ilyenkor nem csak magában a start helyszínen vannak nagyon sokan, hanem a környező utakon, amelyeken ugye átvisz a mezőny, és amelyen átszelik a várost. A 3 kör után pedig ugye elindulnak Kisvárda felé. Vásárosnamény nagyon komoly lépéseket tett a kerékpáros sport irányában, és ennek a csúcsa az, hogy idén is kerékpáros ifjúsági világkupát szervezhetünk. Egyébként egy népszerű szabadidős sportról van szó, mennyien bringáznak Vásárosnamében, és milyen lehetőségeik vannak? Azt látom, hogy egyre többen kerékpároznak a városban, épp ezért elkezdtük a kerékpár utak megépítését, illetve a meglévő kerékpár útjainak a felújítását is. Nagyon fontos az, hogy nem csak Vásárosnamében, hanem a Berekben és a Szatmári részeken is nagyon sok olyan terület van, gondolok itt a kerékpározható árapasztó töltéseken lévő töltéskoronára, ami jó minőségű aszfalttal van ellátva, ezáltal lehetőség biztosít mintegy 300 kilométeren a környék megismerésére, hiszen ha csak a középkori templomok útját említem, valamennyi beregi szatmári településre bejuthatunk ezeken a jó minőségű utakon. Hazai rendezésű nemzetközi tornával hangol a bajnokságra a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese jövő pénteken a Győrt fogadja immár bajnoki pontokért. Július 11-én kezdtük a felkészülést. Ugye hát egy hagyományos felkészülés, ugye erőnlét állóképesség dominált az elején. Felméréseket végeztünk természetesen a csapattal, orvosi vizsga, és lassan elkezdtük azokat a labdás részeket is, amelyeket itt a felkészülés elejére terveztünk.
ugye viszonylag több új játékos is érkezett, viszont azért a csapat nagy része a magja az együtt maradt, úgyhogy ez valamilyen szinten azért könnyebbség volt a csapatépítés, illetve a taktikai repertoár felépítése szempontjából. 6 játékos távozott, azt hiszem, és talán 6-an érkeztek. Azért ez viszonylag jelentősnek mondható szám, még ha sokan maradtak is, te a 4. szezonodat kezded. Mi az, amiben ilyenkor picit változtatni kell, ha kell egyáltalán? Én azt gondolom, hogy változtatásokra mindig van szükség, és természetesen szeretnénk az elmúlt évekhez hasonlóan most is javítani a teljesítményünket. Az érkezésem óta a csapat minden évben lépett előre a helyezések tekintetében, és most is ezt tűztük ki célul magunk elé. Még hogyha van az a szint is, amikor már nehezebb az előrelépés, de úgy gondolom, hogy még van bennünk tartalék, és van annyi, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a tavalyi 7. helyezést is felülmúljuk. Ez az elsődleges célunk, ezért fogunk harcolni és küzdeni minden egyes percben, minden egyes mérkőzésen. A 6 játékos, azt gondolom, hogy minden játékos, aki a csapatba szerkezetileg és egyéni képességekben is tökéletesen beleillik. Azt gondolom, hogy emelni tudják a csapat játékának a színvonalát, és bízom benne, hogy emberileg is úgy illeszkedtek, illetve illeszkednek be a csapatba, és jó csapatot alkot, vagy csapategységet, amely segíti a munkánkat és a céljaink elérését. Néhány felkészülési meccsen már túl van a csapat, milyenek a tapasztalatok? Igen, játszottunk már néhány mérkőzést, győztünk is, illetve vesztesen is elhagytuk a pályát. Ami összességében egy felkészülés közben valamilyen szinten normális. Én azt gondolom, hogy az állapotunknak megfelelően játszottunk, illetve teljesítettünk a mérkőzéseken, illetve azért a második és harmadik héten pár betegség is hátráltatta a munkánkat, illetve 2-3 apró sérülés is, de hál' Istennek ezek azóta már rendben vannak és edzenek a lányok, viszont a betegség az átment rajtunk, ott egy kicsit megborította egy másfél hétre a munkánkat a mellett betegek száma, viszont ezt is átvészeltük, és azt gondolom, hogy most megint abban az irányban vagyunk, ahol lennünk kell. Most az elmúlt heti utolsó tornán játszottunk két egészen jó mérkőzést, színvonalában már sokkal jobban teljesítettünk, mint az előző mérkőzéseken. Következik egy hazai nemzetközi torna. A Kisvárda számára 2 mérkőzése. Mi a cél ezen a tornán, ami felfogható ugye a bajnoki főpróbának is? Mindenképpen szeretnénk természetesen taktikailag és egyénileg is csapatszinten is jól teljesíteni. Azokat az apró hibákat, pontatlanságokat már valamilyen szinten javítani és jobbnak látni, mint legutóbb, és természetesen az előrelépést és a fejlődést látni a játékunkban. Még mindig igen, 2 hét van az első bajnoki mérkőzésig, ahol a Győrrel találkozunk, 3 hetünk van az első kimondottan nagyon-nagyon fontos tételbíró találkozunk hazai pályán az MTK ellen, úgyhogy ez azért még hosszú idő, sok munkát el tudunk végezni, illetve ugye ebben az időszakban jön a legfontosabb időszak, ahol a formába hozás, azon fázisa kerül előtérbe, ami elengedhetetlen, természetesen frissítés, gyorsítás és a megfelelő tempónak a meghatározása is, és az egyéni teljesítmények javítása. És gondolom, amiatt sem bánkultok, hogy visszakerült a csapat a igazi otthonába, a városi sportcsarnokba. Igen, természetesen azért mindazok mellett, hogy az előző csarnokban is szívesen játszottunk, azért az a csapat igazi otthona, amelyet megszoktunk, és igen, ez számunkra is egy nagy előny, hogy azért a megszokott hazai közegben játszhatunk. Megszerezte első bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Spartakusz. A hétfő óta a Huszár Géza által irányított együttes a Soroksát fogadta és 4-2-re verte ellenfelét.
Nagy dolgot az ember két nap alatt nem tud csinálni. Egy volt, hogy abból az apátiából kellett kimozdítani a csapatot, hogy a sikertelenség, ugye a támadóinknak ugye nem volt gólja, mindenki egy kicsit már nem is hitt abba, hogy gólt tud szerezni, tehát az utolsó döntő pillanatokban rossz megoldásokat választottak, rossz döntéseket hoztak. Hát ilyenkor persze mindig van egy új edző, mindenki bizonyítani akar, ugye ez ilyen általános mondatok, de hát én biztattam a támadóinkat is, meg a védőinket is, magas embereink vannak, nem fejeltünk gólt a három meccsen, a előlévő embereink azért bizonyították már többször, ugye, hogy tudnak gólt rúgni, hát ezen kellett átesni, hála jó Istennek, hogy nagyon jókor rúgtuk az elején, vagyis fejeltük, ugye a Csanád rögtön ugye az elején egy szép beadást befejelt, aztán ugye lárúgtuk a második gólt, hát ezek mind ilyen lélektani pillanatok voltak, ami nagyon kellett a srácoknak, hogy átlendüljünk ezen a holtponton. Ráadásul ugye nem volt egy egyszerű, tudom, hogy az MB2-be egy meccs se könnyű, de ez a Soroksár kimondottan a jó csapatok közé tartozik, amit igazoltak is a mérkőzésen. Láttam őket Diósgyőrben, nyertek 2-1-re, kimondott jó futballt játszottak. Nagyon a szezon elején vagyunk, ez volt a negyedik mérkőzés. Ez a győzelem át is lendítheti azon a holtponton a csapatot, amit az első három meccs hozott? Mindenképpen át kell, hogy lendítse. Jobbnak érzem ezt az állományt attól, hogy mi az alsó régióhoz tartozzunk. Hát persze nagyon sokat kell ehhez dolgoznunk, minden meccsre koncentrálnunk kell, minden játékosra szükség van. Tehát itt ugye azzal, ugye, hogy a jelenlegi szabályok szerint 5-5 lehet cserélni, ez hihetetlen lehetőséget tud adni az edző kezébe, a csapat részére. Tehát át kell, hogy lendüljünk, muszáj. Tehát ahhoz, hogyha fel akarunk zárkózni, ha nem is azt mondom, hogy rögtön az élbolyhoz, de közelítsünk az élbolyhoz, ahhoz mindenképpen sorozatba kell győznünk, pontokat szerezni, kihozni a meccsekből a maximumot. A Sényői pálya egy hangulatos kis katlan, sikerült már belakni valamennyire? Mivel hogy a Sényő is ott játssza a bajnoki meccseit, csak a mérkőzésekre megyünk oda, és ez teljesen érthető is a sényőiek részéről, így is köszönettel tartozunk, ugye, hogy 10 kilométerre vagyunk, ugye Nyíregyházától, vagy 12 kilométerre, és így a szurkolóink is azért jobban ki tudnak jönni, mint Balmazújvárosba. Hát belakni, persze belaktuk, két meccsben most már van legalább egy győzelmünk, rúgtunk 4 gólt, reméljük, hogy idegenbe is tudunk most már pontokat szerezni, és akkor a következő hazai meccsre még többen jönnek ki. Hát ez egy ilyen folyamat, reméljük, hogy a kezdete csak. Egy szerdai győzelem akkor ér sokat, ha utána a hétvégén is sikerül győzni, idegenben utazik a csapat, milyen reményekkel, esélyekkel? Minden meccsen győzni akarunk, sok csapatot láttam már most az MB2-ben, nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, mutatják az eredmények is, talán az MTK egy kicsit most így az elején, aki kiemelkedik, de hát mutatja a bajnokság erősségét, a Kazisz Barcik, aki újonc csapat jelen pillanatban, hogy a második helyen áll 9 ponttal, senki ellen nem lehet biztosra menni, de még egyszer mondom, én tartom olyan erősnek ezt a keretet, hogyha azokat az erényeket fogjuk csillogtatni, amit tettünk a tegnapi nap, akkor biztos vagyok benne, hogy sikeresek tudunk lenni. Jelen állás szerint az a helyzet, hogy az őszi szezonban te irányítod a csapatot, nem is helyezésbe pontszámba gondolkodnék, vagy kérdeznék, hanem milyen csapatot szeretnél látni a következő meccseken? Ugyanazt a csapatot szeretném látni, amit tegnap láttam, hogy minden megalkuvást nem tűrő csúszni, mászni, hajtani. Ezek is olyan szép mondatok, de én azt szeretném, hogyha futballoznánk is, mert a futball azért az egy játék. Tehát az alap, hogy megy mindenki és teszi a dolgát becsülettel, futunk, hajtunk, ütközünk, érkezünk a kapu elé. Tehát nagyon sok minden van, és persze mellette használni kell az eszünket, megpróbálunk olyan egy-két játékrendszert begyakorolni, ami működik, amivel esetleg, ha menet közben váltani kell, most hagyd ne menjek bele taktikai részletekbe, hogy hány támadó, meg hány középpályás, meg hány védő. Tehát azért ebbe a keretbe sokfajta játék lehetőség benne van. Magasak is vagyunk, jól is fejelünk, bizonyítottuk a tegnapi mérkőzésen, vannak nagyon jó pontrugóink, reméljük a Pantovicsnak is megjön a játékengedélye, reméljük, hogy a Ramos is felépül, és ő is a segítségére lesz a csapatnak. Tehát nagyon sok minden jár a fejemben, nagyon az elején vagyok még. Igaz, hogy követtem végig ugye az első csapat munkáját, az edzéseket is, és a mérkőzéseket is. Én úgy gondolom, az első meccsekben is benne volt az, hogy nyer a csapat, ott valamiért nem jöttek úgy be a helyzetek. Úgy gondolom, a Győr meg a Szombathely meccsen, mind a két meccsen meg voltak a lehetőségek, hogy úgy fordított eredmény is szülessen. Sokat dolgozott a csapat a felkészülésbe, úgyhogy hát ennek előbb-utóbb meg kell, hogy legyen az eredménye. A tabella élén az MTK Budapest áll 10 ponttal, megelőzve a 9 pontos Kazincz Barcikát. A 3 ponttal 17. helyen álló Nyíregyháza Spartakusz
Vasárnap a 4 ponttal 15. Tiszakécske otthonában lép pályára. Hétfőn elkezdődött a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság 2022-23-as idénye. A hagyományokhoz híven előző szombaton a Víg István emléktornával vezették fel a szezont. Szombaton 5. alkalommal rendeztük meg elődöm tiszteletére a Víg István emléktornát. 12 csapat vett rajta részt, hiszen pályaszűkébe vagyunk, a DE és az F pályán játszottunk. Fantasztikus torna volt, óriási melegben játszottak a csapatok, de igazán a bajnokságnak a krémje itt volt, és nagy küzdelem volt, teljesen kiegyensúlyozott küzdelmet vívtak a csapatok, és hát a végső győztes az A csoportos Pikoló Söröző lett, második helyen a Sajtos Pogácsa csapata, ez a kézilabda csapatra épülő csapat, és a harmadik egy nagy meglepetés, hiszen a Trio Maxi Gáz, Hungária Gáz Kft. Csapata nem csak fölkerült a magasabb osztályba, hanem itt is kitűnően szerepelt, és én bízom benne, hogy ez így lesz a jövőben is. Megadták az alaphangot a bajnokság kezdéséhez, hiszen a mai napon pedig elkezdődik a 2022-23-as kispályás bajnokság. 600 mérkőzést fogunk lejátszani október végéig, bízom benne, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Hány csoportban versenyeznek majd a csapatok? 10 csoportban szerepelnek a csapatok, 3 öregfiúk csoportunk van, van egy első, második és harmadosztálya az öregfiúkban, és természetesen az amatőröknél van az A, B, C, D, E, F, G csoport. 107 csapatunk van most a bajnokságban, közel 3000 labdarúgó fog itt játszani hétről hétre. Most nincs esőnap, hiszen a pálya szűke miatt ugye elvették tőlünk a A, B, C pályát, az építkezés miatt, a stadioni beruházás miatt, és így a szerdai napon is minden alkalommal futballozni fogunk, de bízom benne, hogy ez a 600 mérkőzés kitűnően fog lezajlani október végéig. 600 meccs nem kevés, viszont az elmúlt szezonban több csoportban is az utolsó meccseken dőltek el a helyezések. Lehet azt érezni, hogy évről évre növekszik a kispályás bajnokság színvonala? Igen, ez azért is van, hiszen Magyarországon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgás magas szinten foglal helyet, és ez a kispályára is érthető, hiszen az én csapataim, a kispályás bajnokságban szereplő csapatok akárhova elmennek az ország különböző pontjaira, mindig dobogóra kerülnek. Itt a példa, hogy Fáraó Bútor csapata, akik két csoportban is bajnokságot nyertek, ugye az öreg fiúknál a Fáraó Bútor és a D csoportban 100%-osan a Rájál Bírs csapata most nemzetközi porondra került ki, és 7 másik magyar csapattal együtt képviselik Magyarországot majd szeptemberben. Picit tekintsünk előre, az elmúlt években hagyomány volt, talán egy covidos szezontól eltekintve, hogy télen sem álltak le a mérkőzéseken, most lesz ez így is? Igen, készen vagyunk most már a teremlabdarúgó bajnokság szervezésével is, hiszen november 8-án már indul is a Zinyi Hillon a gimnázium bencsarnokába, 40 csapattal a teremlabdarúgó bajnokság, és én biztos vagyok benne, hogy a 40 csapat pillanatok alatt meg lesz, hiszen már 9 csapat leadta nevezését. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!